Parancsolnak egy kis teát? Ugyanis itt az ideje, hogy együtt teázzunk. Geszti Glória vagyok, és ilyenkor érdekes dolgokról beszélgetünk egy csésze tea mellett. Műsorunkról sok mindent megtudhatnak a Facebookon, a saját weboldalunkon és a hatos csatorna weboldalán is. Nagyon örülök, hogyha telefonon érdeklődnek vagy szólnak hozzá a műsorhoz. Állandó telefonszámunk 0620 9 340 330. És elmondom, hogy mai adásunkban mi mindenről lesz szó. Rögtön az első blokk rendkívül érdekes, pici lapocskákról fogunk beszélni, ami bizony nagyon jót tehet a szervezetünknek, egyes szerveinknek, az egészségi állapotunknak, úgyhogy érdemes lesz ide figyelni. Ezután szép magyar települések, érdekes események, Tahitót faluból jön vendégünk, és beszélgetni fogunk a 6. Dunakanyari kézműves kiállítás és vásárról. Rögtön ezután olvasó lámpánk következik, amiben különleges vendégünk lesz, egy olyan műfordító hölgy, aki József Attilát, Ady Endrét fordít, és hogy milyen nyelvre? Japánra. Ezután a nemzetközi űrkiállításról lesz szó. Hát gondolom, önök is sok mindent tudnak a világűrről, de hogy mit lehet ebből megmutatni, erről fogunk beszélgetni. Majd cantando, ismét utazunk a zeneszárnyán, egyenesen Sanremo-ba, hiszen önök is tudják, hogy az egyik leghíresebb könnyű zenei verseny, a dalok versenye Sanremo-ban van. Pontosan ebben az időben. Majd különös jelenségek, jövő és űrkutatás, tudják, mi lesz a témánk? Hillary Clinton és az UFO-k. Majd záróblokkunkban ismét az egészségünk kerül előtérbe. Éliás Tiborral arról fogunk beszélgetni, hogy vannak kicsi, apró, hasznos dolgaink, amiket jó, ha magunknál tartunk. Mai műsorunkhoz jó szórakozást kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban Nedea Edét, aki megígérte nekem, hogy ezekről a különleges lapokról fogunk beszélgetni, mert ha én ilyeneket mutatok önöknek, hát azt mondják, hogy jaj, hát persze, biztos valami kártya, ki tudja, hogy mire jók ezek. Szeretettel üdvözlöm. Kézicsakom, üdvözlöm Glóriát is és a nézőket. Hát nagyon örülök, hogy ismét eljött hozzánk, hiszen egyszer már beszéltünk mi ezekről a lapokról, aminek már a neve is érdekes, mert azt hiszem, hogy egy tudósról lett elnevezve. Így van, a lapokat a Kolcov akadémikus, az űrkutatás mérnöke találta fel. A múlt adásban már részletesen ismertettük a működési mechanizmust, most szeretném kiemelni a lapoknak a három fő funkcióját, tehát azt lehet mondani, ez egy gyógyító lapnak lehet nevezni. Egyik fő funkciója az, hogy információs gyógyászatot hajt végre az emberi szervezetbe, tehát struktúrált vízen keresztül információt ad a sejteknek, és így a szerv sejtek működése javul. Másik különleges funkciója van, hogy az embernek a kisugárzását, az auráját, a védelmét megnöveli, tehát sokkal egészségesebben tudjuk elviselni a káros környezeti hatásokat. Uh-huh. És itt kimondtam már jelszót, hogy van egy védelmi funkciója is, ami a káros elektromágneses sugárzásokat, földsugárzásokat, hartmannzónákat megvédi az emberi szervezetet, hogy ne érjék. Uh-huh. Hát az az igazság, hogy bizony sok minden fenyeget minket. Pusztán attól, hogy egy térben vagyunk, a sugárzásoktól, a smogig, a káros anyagokig, vagy legyünk őszinték az idegeinkre, akár maguk az emberek is ugyancsak hatnak, gondolom, hogy ez egy ilyen relaxációs funkciót is tud ellátni, hogyha meg akarunk nyugodni. Természetes, tehát, hogy a lapnak nem csak a fizikai testre, sejtekre hat, hanem a lelket is tudja kezelni, tehát itt, ahogy látjuk, különböző színek vannak, tehát mindegyik szín más-más funkciót fog betölteni. Uh-huh.
És hát nem tudom, akkor hogy kezdjük? Én szeretek a színekkel játszani, kedvenc színeim is vannak. Itt van valami sorrend, hogy melyiket kezdjük? Melyik igen, az igen. Alap? Tehát mindenféleképpen kék színből 5 típus van, 5 darab van, és mindegyik lapnak más-más funkciója van. Tehát azt is szoktuk mondani, a kék lapokkal a testre próbálunk hatni, tehát itt még nem jön be a meditációs folyamat, hanem a testnek. Hanem ez maga a létező fizikai így, testünk. Így van. Itt, ahogy említettem, 5 típus van, most itt azért érdemes végigmenni, hogy melyik mire jó? Tud, mire jó. Így. Azt lehet mondani, hogy az egészségünknél is, mintha házat építenénk, 2 Jolly Joker lap van, az egyes számú, mert ezeket a lapokat a színek mellett még számmal is ellátták, tehát a kék színű lapok 1-től 5-ig terjednek, és akkor az egyes meg a 2-es lapot nevezem én a ház alapjának, tehát az egészség alapjának. Nagyon érdekes az egyes lapnak a fő funkciója, hogy a szervezetben lévő élősködőket, vírusokat, parazitákat, baktériumokat támadja meg. Tehát azt lehet mondani, hogyha egy betegség is van, mint a ház alapnál, az egyes lappal kell kezdeni a kezelést. Egy kis okos lap, mint az okostelefon, ő tudja, hogy mi kell nekünk. Így van. És nagyon érdekes, hogy élőlény barát. Tehát ezt a vírust, amit megtalált, elkezdi kezelni, de nem öli meg. És még hagyja, hogy eltávolodjon a sejttől, és elraktározza, és akkor lép be a 2-es lap, ami a 2-es lapon lévő információs elősegíti a szervezetbe ezeket a megtámadott vírusokat, baktériumokat, kihajtja. Tehát egyértelműen egyik kezelési mód, hogy a lapok által struktúrált vizet meg kell inni, tehát a testsúlynak megfelelően, és így a 2-es lap a vízen keresztül, tehát vizeleten keresztül eltávoznak ezek a baktériumok, vírusok. Ez nagyon jó, mert a víz tudjuk, hogy információhordozó, ezen keresztül kerül be a jó hatás, és valójában a vizelettel távozik. Így. Teljes körforgás. És akkor így lehet mondani, hogy a szervezetből, tehát megtörténik a méregtelenítés, a vírusok eltávoznak, és ezáltal az 1-es, 2-es lap lerakja a gyógyuláshoz az alapot. És akkor van még 3 az alapszínünkből, a sötétkékből. Ők ezt mit csinálnak? Hát itt már, ahogy beszéltük, hogy nem csak a testünk van, fizikai testünk, hanem lelkünk van, és a lelki problémákra is keresi a megoldást. Itt a lelki problémánál azt el kell fogadni, hogy van a szervezetnek egy aurája, egy rezgése, tehát megpróbálja előbb ezeket rendezni, tehát megtisztítja a tudatalattink keresztül a csakrákat, meg az aurát feltölti. Ezeket a lila lapokkal és a aranylapokkal szoktuk megoldani. Na most, akkor beszéltünk a sötét kékről, amire azt mondtuk, hogy ez a ház alapja. Mik a falak, mik következnek ezután? Itt még a ház alapnál azért két nagyon fontos dolog van, mert ahogy említettem, a 2-es lap ezeket a vírusokat, baktériumokat eltávolítja a szervezetből, és ezen kívül nagyon fontos feladata van, a savlúk háztartásnak az egyensúlyát is rendbe teszi, és ezáltal az érrendszer, nyirokrendszer keringését is optimizálja a 2-es lap. Utána a szervezet működéséhez különböző hormonoknak is nagy szerepük van, és itt a 3-as, 4-es kék lap a férfi és a női hormonokkal foglalkozik. Tehát azért nagyon jól tudjuk, hogy a hölgyeknek elég sok nőgyógyászati problémával rendelkeznek, a férfiaknak is azért
prostata problémától kezdve más jellegű. Tehát és változókorban különösen ajánlottak igen, ezek a igen, igen, lapocskák? Ezek a kéklaposban a hármas, négyes, mert mondom, ezek a férfinői hormonokat, meg a más pajzsmirigy hormonokat is nagyban elősegítik. És még itt nagyon fontos lap az ötös, a kék színű lapoknál, mert főleg a magyar konyhát, ahogy ránézünk a magyar népre, túlsúlyosak, és rengeteg emésztési probléma van. És az ötös lap a kék színűek közül a máj epe utak működését rendbe rakja, a székletet. Tehát ez egy Jolly Joker lap, és egy nagyon különleges szellemi program is rajta van, hogy segít a szenvedély betegségeknél, az alkoholistáknál, a kábítószereknél is ezeknek a leszokásáról. Tehát ez ezért... majdnem, hogy csodába illő, hogy ennyire sokrétű, tehát a sötétkék lapokról beszéltünk eddig. Mi igen. A következő? A következő szín a zöld lapok. Itt a hölgyekre gondolunk főleg, tehát ezek kozmetikai jellegű egy kicsit, igen. Lapok. Tehát itt a bőrnek a kiszáradását, fiatalságát segíti helyrehozni. Tehát nem csak folyadékot kell inni vele, hanem egyszerű gyógyszertári krémből nagyon drága krémet tudunk csinálni. Ja, és hogy ez hat, akkor az ottani krém lesz a hordozója az információnak? Így van, és akkor így a bőrre is nagyon szép eredményeket kozmetikai szempontból is meg lehet a hölgyeknek szépülni. És szeretjük ezt a zöldet, én azt hiszem. Igen, igen. Szeretik is nagyon a hölgyek, mert tényleg nagyon látványos szemráncoknál, puffadásoknál, anyajegyeknél nagyon szép eredményeket lehet a kozmetikai lapokkal elérni. És nagyon különleges szerepük van a gyógyászati szempontból is. Például, ha törésnél, törés alá rakják a lapot, fele annyi idő alatt a csont is helyre jön, és sokkal tehát gyorsabban. Felgyorsítja a gyógyulási funkciókat, van, vagy van, a helyreállítódó funkciókat. Van. Jó, akkor van már kékünk, zöldünk, ahhoz, hogy kártyázni tudjunk, kellenek még a többi színek. Így van. Melyik következik? A lila színek. Annyiban különbözik, hogy egy kicsit magasabb szintű szerveknek a problémáját veszi elő. Tehát a Magyarországon is, meg a világon a szívérendszeri problémák komoly problémát okoznak, és itt a 9-es lap például a szívérendszeri stroke után nagyon felsegíti a problémát, tehát ezekre való a 9-es lap. Szintén a tapasztalat az, hogy népbetegségnek számítanak az ízületi gerincszűrő problémák. Tehát Magyarországon mozgás hiánya, étkezés hiánya hozzájárul, és erre szolgál például a 10-es lapunk ezeknek a javítására. Tehát ráhelyezzük a fájdalmas testrésze, és akkor elég gyors eredményeket lehet elérni, akár egy térd, akár egy váfájásnál ezeknél a lila lapoknál. Na, tehát akkor sötét, kék, zöld, és van ez a világos, ciklámen színű. Igen. De még mindig vannak lapok. Azt jelenti, hogy ennyi problémánk van az életben, hogy... Igen. Tehát nagyon szépen mutatja, hogy még a lila lapoknál én nekem a kedvenc lapom kiemelném a 12-es számút, ami alvás zavarra küszködő embereknek nagyon hatékony, a melatonin hormon termelés elősegíti, és tényleg azt lehet mondani, hogy a párnám alá rakom, megfogom a kezemmel, és nagyon mélyen tudok aludni. Tehát altatót nem kell szedni. Tényleg maga nemébe az a 12-es lap is a csoda kategóriába tartozik. Akkor itt szerencsés a 12-es szám. Igen, igen, igen. Ezen kívül a 15-ös lap közül nagyon erős kisugárzása van, mert a,
aura csakra védelmére, és a csoda számba megy, hogy például hallottuk, hogy az ősejtekkel milyen betegséget, komoly betegségeket lehet gyógyítani. Erre a lapra olyan információ van, hogy az ősejteknek a jelenlegi aktuális állapotát leveszi, és utána fel lehet használni gyógyításra is. Hát ez fantasztikus, és még mindig nincs vége, ha hiszik, ha nem. Menjünk tovább. Ez következik, a sötét, nem, az arany? Az arany. Azt ki ne hagyjuk, az aranyat. Ezek, azt lehet mondani, hogy ahogy említettem, energetikai gyógyászati szempontból is van eszköz a lapokba, és különböző magas számú rezgései vannak. A kék lapnak olyan a rezgése, mint hogyha régebben egy zsiguliba ülnénk. Aha. A zöld lapoknak a rezgése már sokkal erősebb, tehát mintha beülnénk egy Citroenbe, és az aranylapoknak az energetikai rezgése elméletileg, mint egy BMW-t használnánk. Tehát sokkal magasabb a rezgés száma, és itt már el kell kezdeni a szellemi síkon is, tehát a lapot megfogom, kezembe veszem, akkor keményen tudok vele együtt állni, és ezáltal a lapoknál például a 17-esnek van egy tudatalatti tisztító funkciója. Azt, akik egy kicsit elmélyülnek a természetgyógyászatba, azért nagyon jól tudjuk, hogy a tudatalattit nagyon nehéz megtisztítani, nagyon rossz szokásokat tudunk felvenni, és ezáltal a betegséget is nagyon szépen el tudjuk indítani. Ez a 17-es lap tényleg a tudatalatti tisztítására csodákat művelt már nagyon sok ember, aki használta. És bár már az aranynál tartunk, még mindig van két kis kártyácskánk, igen, két lapocskánk. Ezek a lapok, tehát ahogy lehet látni, különböző színűek. Ennek az a tulajdonsága, hogy ezekre a lapokra ilyen különleges gyógyító helyeknek az információi vannak felírva. Most tételezzük fel, Magyarországon ilyen gyógyító hely népszerű a Hévíz. Tehát ez is egy hasonló Danilov tónak az információja, itt rakjuk rá, és ezzel tényleg csodálatos gyógyításokat lehet elérni. Ebben van például egy antibiotikum nevezetű lap, ami a neve is mondja, olyan gyógyhatásokat. Vírusölő, gombaölő, csíraölő. De viszont nincsen mellékhatása egyetlen egy lapnak se ilyen szempontból. Na, hát most már nem sok időnk maradt, de én azt mondanám önöknek, hogy na húzzanak. Melyiket szeretnék? Melyik a nyerő? Hát gondolom, hogy mindenkinek az önmagát problémáit kezelő a nyerőlap. Egyértelmű, de azért az eddigi gyakorlat az bemutatta, hogy mondtuk, a ház alapjait le kell rakni. Tehát, tehát azért van sorrend, nem lehet van, úgy, hogy na én majd kezdem az arannyal, hanem nem, jó nem, először. Energetikai szempontból nem is biztos, hogy az aranynak a kisugárzása először kedvezőleg hat. Tehát ahogy említettük, tehát föl kell építeni, tulajdonképpen a lapocskák, az alap, a falak, az ablakok, a tető és a kémény. És természetesen hát nagyon sokról beszéltünk, és mi nem is kívánjuk, hogy önök ezt mind jegyezzék meg, csak hogy tudjanak róla, mert az információ fontos. És nagyon köszönjük Kolcov professzornak, hogy egyáltalán elindította ezeket a kutatásokat. Még egy mondatban, hogy hogy használjuk, mert láttam, hogy az előbb a tenyerébe tette. De milyen módjai vannak a használatnak? Három nagyon fontos módot nevezünk. Az egyik legfontosabb elem a hatékonyságnak, hogy a lapra, ahogy látjuk, van egy ilyen radar jellegű jel, erre lapra egy sima csapvizet rárakok, 5 percig rá rajta hagyom, és akkor a tesúlynak megfelelően megiszom, tehát egy 2-2,5 liter vizet struktúrálok, és ezzel rájárok egész nap? Így egész nap iszom, és ezzel az egyik legfontosabb elleme.
passzív elemként a zsebbe rakom és hordom magamnál, akkor... Ez nagyon könnyű. Így van, és utána vannak azért egy-két speciális gyakorlat, ami videó le van írva, hogy hogy helyezem, hogy hova rakjam, melyik testrésze, melyik csakrára, tehát egy ilyen, én tornának nevezem, energetikai kezelést végzek, tehát ezzel a három egyszerű módszerrel lehet alapot használni. Hát kedves Ede, nagyon-nagyon köszönjük, hogy ennyire fontos és hasznos dolgokról tudtunk beszélgetni, mert az ember szeretne minél egyszerűbben, minél könnyebben jól érezni magát, vagy éppen rendbe rakni az egész szervezetét, és egy ilyen kis lapocska azt hiszem, hogy mind tárolásilag, mind használatilag egy nagyon egyszerű dolog. Igen, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt volt, és fogyasszon velem egy kis teját. Egészségünkre!